Vette a játékot a haladás, Mocsi. Horváth Rajmund vissza Mocsinak, Mocsi már 16-oson belül beadja, ott a lehetőség, Kis Bence gól! Vele a haladás, nagyon szép akció végén a 44. Horváth Rajmund pedig a büntető. Elvégzés, belövi, 2-0, vezet a haladás. Mind a két csapat, bosnyák. Nincs ítélet. Horváth Rajmund passzolt a középre. Ott a helyzet és gól! Az 51. percben egy kis szerencsének is köszönhetően Csirus... 16-oson belülre. Ott az átadás és ott a gól! Óriási! Hát nem a gól volt. Hiányzik, ha jól nézem. Ott a lehetőség, közben nézzük Tóth Milán lövése, és ott a gól! A harmadik perc végén, a negyedik perc elején Tóth Milán. Most már Horváth Rajmund törbe 16-oson belülre, nagyon szép cseh, Vaskót átveri, a kapusról kipattan, ott a helyzet, és ezt is védi a kapus, a másodikat már nem! Csillus találatával 2-0, igazi tűzi. Sajnos. És nem jelez az asszisztens, úgyhogy Tóth Milán akár begyalogolhat a 16-oson belülre. Tóth Milán beadja, ott a lehetőség, és ott a harmadik gól! Horváth Rajmund, 3-0! Fantak! Debreceni szerző vissza a labdát. Szijjártó. Szijjártó beadja, ott a lehetőség Csillus előtt, és ott a gól! Eldőlt a mérkőzés. Csillus Tamás, és megvan. Ugratja, de a labda inkább Kis Bencének. Jó, nagyon szép csel, kicsibe, és most jöhet a beadás. Ott a lehetőség, és gól! Tóth Gábor Kristóf a lehető legjobb helyen találkozott a labdán. Kállai, elől maradnak az ikertornyok, Deveseri és Guzmics. Ott a lehetőség, Mononi előtt, és óriási gól! Óriási felhőfejes! Doktorics lőhet táborról, óriási gól! Fantasztikus gól! Doktorics Áron! Tóth Milán megkapja a jelet. És belövi! 2-1-re vezet a haladás. Csillus és Kis Bence a labda mögött. Devecseri lő. És ott a gól! Nagyon szép akció végén, Devecseri. Horváth Rajmund megy ki, és kis szögletet végeznek el Kis Bencével közösen. Horváth Rajmund betör a 16-oson belülre. Jön az emelés, és ott a gól! Fantasztikus! Szekér Ádám, ha jól láttam! Leteszhetés, igen. Meg is veri Davasi ellenfejét. Még egy csel, nagyon szép. Tóth Dávidhoz jut a labda. Ott a lehetőség, és ott a gól. Tóth Máté a 25. percben egy nagyon szép... Dávidus visszaszerzi. Tóth Dávid. Ott a lehetőség, Romis megsúnyította, és ott a második találat. A visszapattanó labdát a Davasi védő vissza. A labdáját Farkas fejelte kapura. Ott a lehetőség, Tóth Gábor Kristófelét, és Tóth Milán gól! Vezet a haladás a 24. percben. Ahelyett, hogy a... Laposan jön be középre a labda, amit aztán kapásból el is vállal 11 méterre. És ebből most ellentámadást indíthat a haladás. Horváth Rajmund beteszi középre, 2-0. Holdnap dől rá, távolról elakad a labda azonban a szegedi védőkben. Németh Milán, aj, de szép gól! Óriási gól, Németh Milán! Bosnyák beemeli, Holdnap tovább, és ott a gól! Németh Milán! Nagyon szép találat, 34. Békés Csabaiaknál Horváth Péter kísérletezett, Tóth Milán újra. Lehetőséghez jut, Horváth majd jut, gól! Ez már bent van, csodálatos gólt szerzett hozzák. Tóth Gábor Kristóf gyűjti be, szép csel, be is adja, ott a lehetőség, Mononi gól! Mononi a megye egyből érkezett csatár, bevágja. Ahogy ez a következő hetekben csak emelkedni fog. Németh Milán szépen vergődött át a győri játékoson, egy Tóth Milán fejes, és ott a gól! Óriási gól! Tóth Milán megcsúsztatta. Télceg. Tóth Milán érkezik, és vezet a haladás. Na csak kellett mondani, hogy jöjjön egy gól itt a hosszabbítás.